Oké, üzenjünk hadat Athénér. Készítsük elő a haderőt. Voltak szövetségesei? El is felejtettem megnézni, hups. Csak egy pár emír. Elbírunk velük. Összegyűjtjük a haderőt. Oké, úgy látom, még az majdnem, hogy leveri az állandó hadseregem is. Azért oda visszük ezt a 2000 embert elővigyázatosságból. Csak a biztonság kedvéért. Flottával elhívunk a sereg maradékáért. Kinevezzük a legjobb embereinket a haderő élére. Ha jól tudom, erősítése nem lesz, úgyhogy nem szükséges, hogy azonnal megtámadjuk, meg tudjuk várni a mi erősítésünket. Másnak szerintem mi vagyunk most Európa legnagyobb tengeri hatalma. Ó! Oh. Átküldte a hadseregét, valami megint áttért, Monemvázja, remek. Átküldte a hadseregét Krétára. Az ott érdekes lesz, szerintem partraszállásból is meg... Szerintem azért mondjuk partraszállásból is megverjük, több mint kétszeres túlerőnk van. Na! Hadsereg összegyűjt. Ó, hát ez megvan, háromszoros túlerő is így, esélyes lesz. Átnyomulunk Krétára. Placs! Féltestvérünk felnőtt. Hova házasítsam? Egy abbaszide szövetséggel nem megyünk túl sokra. Tigrisi emír. Nem rossz. Alexios. Ó, egy omaját szövetség. Talán. Egy Zirida szövetség. Bár mondjuk az Iridák elvesztették az uralmat, ugye? Ja, az Idriszek visszavették a szultánságot. Ja, és ők a kalifák is. Bum. Ó, megint két polgárháború vannak az abbaszidák, erről beszélek. Még egy dekadencia lázadás és egy... Ó, mi támadtunk meg a párvizidákat Perzsiáért. Na, Szeldzsuk, hogyha most nem támadsz, akkor a hülye vagy. Dekadencia lázadás mekkora? Százhetvenezer, azt a rohadt. Jó, még egy Idris. Ah, de ez egy másik Idris ház, ez nem ugyanaz, mint akik a siák. Oké, várjuk szét a Jerem maradékát mi addig. Ja, szépen esik szét a birodalom. Na, Szeldzsuk, kérlek, alássa, most azonnal támad meg a kalifát. Mi ez? Kölyök cseszedett minket, bla. Na, mit csináljunk? Álljunk bosszút. Ó. Az ott ellenünk harcol, ellenünk ám behívta a Dyrakioni emírt, aki szintén független. Á, ott van. Nem baj, szétverik az őseregét is. Szerintem magát a kalifát kivéve mi vagyunk a legerősebbek ebben a térségben. És talán még a kalifa se olyan erős, mint mi, mert túl messze van a birodalma központja. Hát ezeket a sejeket nem fogják leverni az abbaszidák, az biztos. Szeldzsuk, akarsz valamit csinálni? Nem akarsz semmit se csinálni. Miért nem akarsz semmit se csinálni, Szeldzsuk? Elfogtuk az emír fiát, remek. Csak azért lecsekkolom, ezek frank szunita emírek Athénban, Luxemburgból. Annak itt komoly dolgok. Miért nem akarod megadni magad? Elközben a flottánkat lebonthatjuk. Ne adja a pénzt. Ó, oh, a kalifa épített egy új város Lesboson, az... Melyik Lesbos? Ez Lesbos.
Mudras. Arra meg nagy lelkűek lettünk. Ez jót tesz a diplomáciánknak, kevésbé tesz jót kasszánknak. Remek! Gimir bitte Athén. Dankeschön. Kiosztjuk ezt a kis városkát, és szerintem futunk két várossal többel. Ó, ez egy jól felfejlesztett város, csak kellenek a tabraktok. Köszi, jaj már! A dekadencia lazdás mellesleg közben éppen nagyban nyer. Az ábeszédeknek esélyük sincs. 130 ezer ember az ő alig 100 ezerük ellen, úgyhogy közben két másik háborút kellett vívniuk. Ó, oh, ott van még 20 ezer a lázadás oldalán. Szeldzsuk. Nincs kedved lecsapni Perzsiára. Ez ami hülye. Olyan, az ábbasziták legnagyobb ereje most 27 ezer emberből áll. Ez akkor, mint Szeldzsuk hadsereg, és az ábbasziták még meg is vannak osztva. Ja, és Szeldzsuknak lovasi jászai vannak. Elnézést. Na. Mi szövetségre tehetünk szert. Erősítsünk meg a kapcsolatunkat a hasimidákkal. Remek a kalifa jobban kedvel minket, ezzel mondjuk szarra se fogunk menni, mert hamarosan új kalifa lesz. Na jól van. Most lesz az, hogy betöltök Szeldzsukkal és adat üzenek az ábbászidáknak, mert az emmi valamiért teljesen passzivizálta magát. Egy pillanat és visszatérek. Na lássuk, mire képesek a türkök. Szerintem el fogjuk veszíteni Perzsiát. Mit adott ez az örökösének? Csimboly? Másleg mennyire? Ah, az egész területe szinte perzsa és kun lett a megszállások miatt, szépen lassan állítja őket vissza a törökre. A dekadencializást elvesztettük. Hódító Idris. Elszakadjunk, avagy ne. Nem szakadunk el. Úgy látom, ja, Kis-Ázsiában maradt a legszilárdabb az uralma. Nagy hiba lett volna, hogyha elszakadunk. Miért akar megölni a... Ja, a fater egyik felesége, mert azt akarja, hogy az ő gyereke legyen a trónon. Értem. Eközben... Ó, idén novemberben leszünk 16 évesek, az azt jelenti, hogy vége a régens uralmának. Szereukája vagy Ikonion éri meg jobban? Ikonion. Hány csapata lehet ennek? Na, olyan 5000-re tippelek. Akkor még nem támadjuk meg. Na, mondjuk most el van foglalva egy lázadással, szóval... Egy fene, irány Ikonion. Ó, hitűséget vesztettünk, mert izé... Megtámadtunk valakit, aki feltételez egy másik hit követőivel harcol. Ja, gondolom egy ortodox parasztlázdás, mi? Ja, egy ortodox parasztlázdás. Na, flottát összegyűjtjük Konstantinápolyba. Közben azért elviszik a krétai erőket. Sőt, mi lenne, hogyha a görög erőinket rögtön feldobnánk a hajókra, és úgy vinnénk el őket Konstantinápolyba. Megállj, te is. Mondom, te is. Na. Hajó Konstantinápoly. Hajó Konstantinápoly. Hajó Konstantinápoly. Ha nem jó Konstantinápoly. Eközben a kis-ázsiai csapatokat Smyrnába küldjük. Ó, ez egy függetlenség. Nem, a hafizidák maguknak akarják követelni a koronát. Aha. Az nem lenne jó nekünk. De szerintem veszíteni fognak, Idris nem tudják megverni. Mi van? Ja, Szeldzsuk félbehagyta a háborút, mert másik kalifa lett.
Ez is az egyik olyan mérált le a háború dolog. Az Isten, itt egyszer avatkozok közben az Emmy-nek, és akkor is elcseszi a dolgokat. Na mindegy, szerintem most már Szeljuk szépen lassan fel fogja zabálni ott azokat a kis sejkeket. Hogyha nem zabálja fel őket, mire véget ér a háború, akkor megint belépek és hadat üzenek én. Valami elég érdekes elméje van a törököknek. Ahogy szépen lassan törnek ki a háborúk. Most Zidriszerűk abszolút el lesznek foglalva. Theodotosz, te legyél mondjuk egy... Mi volt Zang? Na mindegy. Te legyél mondjuk egy jó diplomáciai vezető. Nifon, megvan a tökéletes tanár. Meg szerzünk egy omaját szövetséget is. Úristen, mióta van nekem ninjám? Jó, ja, nem küldtem át az új fővárosba, Konstantinápolyba, ja. Úgy látom, hogy Szilíciának nincsen kis erői. Máslegű görög vagy örmény? Görög. Oh shit, vannak erői. Mennyi pénzünk van? 280. 1500 zsoldos. Francba azokat főként könnyű gyalogosok. Ó, vége a régensünk uralmának, hurrá. Bolgárbanda. Be kell érnünk ezekkel. Ezzel lesz nekünk is 8000 emberünk, remélhetőleg el fogunk velük bírni. Gyerünk, oda kell érnünk Attalájába, mielőtt még ők érnének oda. Jó, az meg lesz, oké. Okay. Ah, rájött, hogyha támad, akkor veszít. Na jól van, akkor... Nincs más választásom, kinevezem a legjobb hadvezéreimet és megtámadom. Ó, hogy ez a... Február 6, február 17. Ez nem jó. És én mindig nem akar támadni. Ó, oh. Persze, házasodjál. Ja, házasodjak? Ó, oh, hogy nézünk ki? Ja, és megvan a Szeljuk szövetség. Örömmel, március 30-án megtámadja Attaláját. Védelemben van esélyünk. Mi akarunk lenni a görög szultánja? Na, reménykedjünk. Oké, jobb szárny megtörik. Gyerünk. Közép megtört, jobb szárny megtört, bal szárny megtört. Húh. Ez mázli volt. Flottát lebontjuk. És várunk. Jelentően már csak egy... Hát kiirtudjuk ezt a sereget, szerintem az elég lesz, de lehet, hogy meg kell... Honnan szeretett ez ennyi embert így hirtelen? A rohadéknak volt egy tartalékhadereje. De az honnan jött? Én nem is láttam, hogy ott lett volna. Ó, oh. Közben a kérlek alása menj és a kalifával növeld a kapcsolatainkat. Hol a kalifa? Ott a kalifa. Shit. Semleges béke. Túl sokan voltak. Menjünk zarándoklatra Mekkába. Kicsit dob a hithűségünkön, meg legalább el leszünk foglalva, amíg gyűlik a haderő. Jut eszembe, a marsallunkat elküldjük, hogy növelje a konstantinápolyi haderőt. 3 év múlva úgyis lejár a minusz. Akkor jó sok seregünk lesz. Mi az Istenért? Nem támad. Senkit sem meg Szeljuk. Van 60 000 emberünk. Már itt a kalifának. És ez el van foglalva kb. Ugyanannyi lázadóval. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk. Szeljukkal a kalifának üzentem hadat, ugyanis számolgattam egy kicsit és...
A kalifának legjobb esetben 40 ezer embere van, nem 60 ezer. Azok meg jól el vannak foglalva a Hasemide szultánnal és minden más lázadóval. Szóval nem hinném, hogy Szelzsúnak túl nagy gondot okozna a háború. Másnak közben a Kárpát-medence szépen kunosodik. Ja. Ja, Kun nemeseket hagyott itt uralkodni. És az egész éppen aztán fog kunosodni, ja. Ruténia meg erősödik amúgy. Nagy Ilia. Remek. Hogyha a kurok nem figyelnek rájuk, akkor egyesíteni fogják az orosz birodalmat. Ó, és megalakult a Permi királyság. Jelen ez csak még egy hercegség a finnek vezetésével. Amúgy a finnek még erősek. Általában ők az első hit, aki kihal. Persze. Ó, micsoda? Ja, persze, beszélj öreg, remek, jobb pénzügyi vezetők lettünk, ez kellett pont. Milyen területet osszak ki? Smyrna? Te görög, de ortodox. Átérsz a kedvemért? Ja, köszi. Persze, remek, már büszkék vagyunk. Fölment az egészségünk, általában lemegy az egészségünk amúgy, szóval ez kicsit fura. Smyrna, nesze neked. Örülj a jadnak. Mármint a szakálladnak. Kinevezünk egy új imámot. Menj és fejezd a kultúránkat. Vagy várjunk, tudod mit? Várunk egy kicsit és elküldjük inkább jótékonykodni, hogy hithűbbek legyünk. De remek. És hazaértünk. Szuper. Ó, mi van itt? Szkinek a csapata. Kasaida Emir. Mi a... Oh shit. Az olasz király hadat üzen nekünk Epirusért. Hogyha az olaszok is belépnek a hatalmi játszmába, a görög királyságért, az nekünk nem lesz jó. Gyorsan kell csinálnunk majd valamit. Az a baj, nem tudok. Mennyi a bizánci haderő? Több mint 5000 ember, az nekünk sok lesz most. Most, hogy kihalt a fél hadseregünk. Ó, föl tudunk venni egy ecsényi kataprakt-ot. Remek. Föl is küldjük az állandó csapataink maradékát is Konstantinápolyba. Sőt, hogyha ezt a csapatot feloszthatom, akkor mit tudok helyettük venni? Megy pont ugyanolyat. Kár. Közbe Szeldzsuk. 24 ezer emberrel menetel egy olyan területen, ahol az Irigzernek alig 3000 embere van. Mondom, nem értem, hogy miért volt ilyen fosós üzemmi. Hogyha most nem vezeti a hadait teljesen hülyén, akkor Szeldzsuk simán beveszi Perzsiát. És... elkezdte hülyén vezetni a hadait? Most a simán összezúzhatta volna azt a 4000-es haderőt, és akkor nem kell azzal cseszekednie többet. De ezt hagyja, hogy egy is hülyen a másikkal, és legyen bőle egy 900-es haderő. Úgy látom, megjött az esze, oké. Okay. Galifa bebörtönzött valakit. Ó, a Hasimidák elvesztették a háborút. Nem, a Hasimida meghalt. Ugye? Nem. Hadbántunk a Hasimidákkal? Biztos hadbántunk a Hasimidákkal, akkor elvesztették a háborút. Nem? Esküdni mertem volna, hogy hadban álltunk velük. Na mindegy. Áldott Baldozar. Eurának van pénzünk. Most nem költjük el. Ezek a Hafizida csapatok itt elég ijesztőek. Közben Szeldzsuk hagyta, hogy egyesüljenek az Idris csapatok egy 17 ezeres sereggé.
és nem megy oda szétverni. Mit csinál az emmi? Könyörgöm. Na végre. Oké, most szétvegy az Idris erőket, még mielőtt egyesülnek azzal a 6000 emberrel, aki onnan jön. Remélem. Nem mer megfordulni. Remek. Végre csinált valami értelmeset. Most szétvegy az Idris erőket, és akkor megnyert a háborút gyakorlatilag. Ott van 10000 Idris. Szét kéne őket verni. Most indul el. Pont utánuk fog odaérni egy pár nappal. Mindegy, szerintem ezt a háborút Szeldzsuk nyeri. Különösképpen, hogyha esetleg a kalifa oda megy és harcol az olaszok ellen, mert az nem egészen kóser, hogy elfoglalja a Kepiruszt. Nem csak velem cseszki, hanem a kalifával is. Demetrias elszakadt. Kinek adtad az, ami... Logikus, adjuk oda egy perzsa sejknek az aténi emirátust. Jaj. Ó. Most lett annyi az Idris fősüregnek Perzsiában. Placs. Na most, hogyha egy egyetlen területet elfoglal, akkor rögtön lesz egy több mint 13%-os előnye. Az Idriszek elkezdték megnyerni a polgárháborúikat sajnos. Ez van akkor, hogyha nem veresz szét az erejéket gyorsan. Puff. Ha ezt Osmond megnyeri, akkor szerintem nyeri a háborút. Hova lett az olasz? Ott az olasz sereg. Az én területemen. Jelen még csak az én területem közelébe. Oké. Akkor még nincs harag. Kivel hadd van a tesszalonikai emír? Egy másik göröggel a családjából. Lehet, hogy itt az alkalom, hogy hadat üzenjünk. Miért is? Azért a szigetér. Azért nem éri meg hadat üzenni. A bizánci császár. A bizánci főváros lehet, hogy megérné elfoglalni. Az ott 1000 katapract? Hát igen, az egy kicsit ijesztő. Inkább Bizánccal még várunk, amíg valamiféle háborúba keverednek. Esetleg a kalifátuson belül tudok terjeszkedni? Ó, de tudok ám. Egy Abbaszida, az azt jelenti, hogy van szövetségese, viszont a legtöbbjük sejk. Van azért egy pár emír. Még egy Abbaszida. Miért Abbaszida mindenki? Na jó, neked nincsenek szövetségeseid. Ezt vedd tudomásul. Összegyűjtjük a haderőnket. Merre meneteltessük a csapatainkat Konstantinápolyból? Gallipolin lenne a gyorsabb átvonulni, viszont akkor... Valószínűleg egy partra szállással kell indítanunk háborút. Szedjünk össze még egy Szeldzsuk szövetséget, másleg nagyba veszítjük háborút. Szóval... Hogy a Gallipolinál kelek át, akkor gyorsan ott vagyunk, de... Lesz egy eléggé komoly parraszállási csata, amit meg kell vinnunk, úgyhogy inkább átmehetünk itt Konstantinápolynál és egyesítjük közikozban az erőinket. Remek a féltestvérünkből egy jó taktikai vezető lett. Indítsuk meg a háborút, Abydoszér. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk, összehívjuk a flottát. Ezeket a csapatokat gyalog oda tudjunk meneteltetni, titeket meg átmeneteltetünk arra. Sőt, még jobb. Hülye vagyok. Föl a hajóra és átvisszük őket. Ja, a közikoznak nincs kikötője, akkor ez nem volt olyan jó ötlet. Akkor meneteljetek arra. A flottánkkal elmegyünk a görög erőinkért. Őket egyesítjük ott.
Nem akarom a témába egyesíteni őket, mert lehet, hogy oda csapnak az olaszok. Remek. Ó, egy Idris-szerű odavágott az olasz haderőnek. Oké, ezeket is átviszük közikozba. Ezt a flottát itt lebontjuk. Ezt a flottát beküldjük Konstantinápolyba és lebontjuk. Oké, 5000 emberünk van, csapjunk oda még mielőtt behív valamiféle szövetségest. Leon vezeti a hadsereg bal szárnyát, reméljük nem patkol el. Na, oda jól beszorítottuk. Közben hadseregünk el, átmegyünk Abydosba és elkapjuk a menekülőket. Pénz technológiáért persze mindig. Oké, összegyűjtjük a 9000-es haderőnket. Mert csak egész ijesztő hadseregünk van már. 9000 ember egy emírtől azért nem rossz. Ekközben Szeldzsuk. Most vár szét még egy Idris haderőt. Bum. Ó, az ott egy eléggé szép kis Idris csapat. Csak azt nem értem, hogy Szeldzsuk miért nem száll meg több területet. Hogyha már úgy se veri szét annyira az Idris erőket. Ó, egy nyílt csata az Idris főseg és Szeldzsuk főseregek között. Ez itt kinek a dereje? Ó, aki ellen harcolunk. Jó, akkor szétverjük Abydoszt. Összehívjuk a flottát. Elmegyünk Abydoszba a seregeinkért. Feldobjuk őket és átmegyünk oda leverni azt a haderőt. Másleg újra erősödnek a különböző pártok a kalifátusban, főként a függetlenségi párt, ahogy elnéztem. Ó, meg Obaidot akarják a trónra. Elfogtunk egy zsoldos kapitányt. Plac. Oké, verjünk oda és verjük szét azt a hadsereget. Úgy látom, Szeldzsuk ellen nyertünk. Ja, egy elég komoly győzelmet aratott a kalifa. Hát az van akkor, hogyha ennyit cseszekedik az emi, még mielőtt egyáltalán oda csapna nekik. És miénk Abydosz. Remek. Na de, már kb. Ennyi fér bele. Úgyhogy ez volt én már a tavarna. Ez volt itt a Let's Play Crusader Kings 2. És találkozunk a legközelebb. A viszontlátásra.